Mintegy 70 alkalommal hangzott el a jól ismert rajhjá szombaton, az Iceman városi úszodában, ennyi futamon mérettették meg magukat a senior úszók a Masters NSC kupán. 130 versenyző körülbelül 500 rajttal indul ezen az egynapos megmérettetésen. Természetesen rányomd egy kicsit a végét a Nyíregyházán tartandó rally verseny is. Ez sokakat kicsit elriasztott, hogy nem voltak biztos a dolgokban. Én úgy gondolom, hogy ha ez jó hírrel és jó szájízzel megy haza mindenki, jövőre ennek a létszámnak akár dupláján is lehetünk. De ne legyünk elégedetlenek, én úgy gondolom, hogy aki itt volt mai versenyen, a kisebb nehézségek ellenére jól érezte magát. A Nyíregyházi sportcentrumon belül 2021-ben alakult meg a senior szakág, amelynek létrehozását már az új uszoda építésekor tervezték. Akárcsak a versenyek szervezését a 25 évnél idősebb sportolók számára hagyományteremtő céllal. Az egyesület edzői segítséget is nyújtanak a helyi úszók felkészüléséhez. A sportcentrum egy nagy lehetőség nekünk, egyrészt azt, hogy lehetőséget ad, edzés lehetőséget, másrészt Kovács itt a személyében egy egészen kiváló edzőnk van, aki biztosítja az edzésprogramokat és ellenőrzi a fejlődésünket. Hát a csapat nagyon fontos. Nekem a legfőbb edzőpartnerem ugye Szokoldia, akivel minden reggel itt úszunk, illetve Cserés Miki. Motiváljuk egymást, tehát próbáljuk legyőzni egymást edzésen is, és ez nagyon-nagyon fontos. Ahogyan fiatalabb korban, úgy szeniorként is fontos a sok befektetett munka és a kellő motiváció a versenyekre való felkészüléshez. A nyíregyházi csapatból többen is heti 5-6 alkalommal kelnek korán az edzések miatt. Reggel 6-ra járunk úszni, tehát reggel a munka előtt úszunk, és akkor utána még én munka után szoktam futni, és meg hétvégeket is. Tehát futás és egy kis kondi. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőin kívül más helyi csapatok, a Nyír Senior 97-ese és az Air Aqua Búvár Klub úszói is részt vettek az eseményen, amelynek különleges pontja volt a 85 éves Gajdos László köszöntése, aki itt búcsúzott el a senior versenyzéstől. A több mint 20 nyíregyházi mellett az ország más pontjairól, például Török Bálintról, Kecskemétről és Hódmezővásárhelyről, sőt Szlovákiából és Romániából is érkeztek sportolók. A mintegy 80 fő számláló szentesi csapat több versenyzője állandó résztvevője a senior úszóversenyeknek, így ezt a viadalt sem szerették volna kihagyni. Egy picit az újdonság felfedezése, meg egy kicsit a régi emlékek felidézése. Évekkel ezelőtt mi jártunk ide Nyíregyházára, amikor itt rendszeresen a Sóstó fürdőben voltak versenyek, és úgy gondoltuk, hogy ezt a mostani versenyt sem hagyhatjuk ki, hiszen ez az első ebben a szép uszodában. A senior úszóknak szinte minden hónapban van lehetőségük megmérettetni magukat, évente 3 országos bajnokságot is rendeznek számukra. Nyíregyházán a szakák bővítése a további cél, hiszen ahogy tapasztalják, az öttusázók, a vízilabdázók és a triatlonosok közül is mind többen keresik az edzési és versenyzési lehetőséget a helyi úszodában. 25 évtől várják az érdeklődőket, felső korhatár nincs. Aki azonban csak a mozgás öröméért szeretne lejárni, annak is biztosítanak lehetőséget.